komoly odafigyelést igénylő munkafolyamat, mert ugye a bőr, hogyha ne adj Isten véletlenül mellé megy a kés, akkor nem javítható. Ezen a bőrpáncélon mutatja be az alkotó, hogy milyen aprólékos figyelmet igényel a bőr művészi megmunkálása. Kosta Zoltán több mint 20 éve készít ilyen, főként a hagyományőrző lovasi íjászatban használt tárgyakat. Az itt látható eszközök nagy része használatban van, a tulajdonosoktól érkezett a kiállításra. Van, amit fotón tud bemutatni az alkotó, mint például ezeket a műalkotásokat. Érdekességük, hogy a művész 3 éven keresztül készítette őket. Vegyesen hoztam apró és komoly együtteseket, leginkább a hétköznapoknak megfelelő használati tárgyak azok, amik az apróságokat jellemzik. A funkcióját tekintve viszont ugye a lovas hagyományőrzésnek, leginkább a lovas íjászatnak a viselet kiegészítői azok, amik úgy motiválják az ide érkező látogatókat, mert nagyon látványosak, nagyon egybe vannak, nagyon komplex viseletek ezek. És hát lóra, emberre, páncélok, vértek, kiegészítők, tegezek, és van egy műhely sarok is összerakva, ez a hogyan készült sarok, ahol tulajdonképpen az van bemutatva, hogy milyen anyagokból és milyen technikával készülnek ezek a felszerelések. A kiállításnak a nyíregyházi Kálai gyűjtemény ad otthont. A Kálai család annak a 108 ősnemes magyar családnak a tagja, amelyek a honfoglaló magyar törzsszövetséggel érkeztek ide be a Kárpát-medencébe. Olyan családnak a tagjai, akiknek nem kellett nemesi jármálist külön szerezniük, nem kellett külön címeres levelet kiállítaniuk az uralkodóknak, a királyoknak, hanem az nekik vérségi jogon járt. Ezt a családnak az ősei, ezt a keveredést, amit a több száz éves magyar vándorlás megtörtént, tapasztalták, láthatták, és mivel ennek nagyon mély történelmi gyökerei vannak, éppen ezért itt a Kálai gyűjteményben ezek a gyönyörű munkák nagyon jó helyszínen vannak, még akkor is, hogy van benne római lovas és nagyon sokféle más technikával készült, más történelmi korszakot bemutató elem is, azt gondolom, hogy ami itt van, az nagyon-nagyon látványos. A mívesen kidolgozott tárgyak marhabőrből készültek. Egyes darabokon fémkiegészítők is láthatók, melyek Nyers Csaba és Révész László ötvös művészek munkái. A tárlat október végéig tekinthető meg.